Na szevasztok srácok, köszöntek itt egy újabb Forza Horizon 3 videóban. Most el fogunk térni a hagyományoktól, most nem bajnokságba fogunk menni, hanem a boostos és a Horizon erősenes autókkal fogunk menni egy-két versenyt. Az első versenyek 1,7 km-re van. Vettem egy-két Horizon erősenes autót, és azokat fogjuk kipróbálni élesbe. Nem nyúltam hozzá, nem tuningoltam. Úgy vettem meg, ahogy megvettem. Azóta még egyesen próbáltam ki. Úgyhogy most meglátjuk, milyen lesz. Addig ezzel a eres fókusszal fogunk menni odáig. Mivel ott is vagyunk az első verseny helyszínén. Csak a drift. You have arrived at your destination. Kezdjük lemenni. Átrakjuk, hogy minden autóval tudjunk menni. Anything goes. Create a blueprint. Azt mondja, nézzük meg az első credit boostos autónkat. Ezt tegnap újítottam. Egy Vipert. Egy ACR-es Vipert. Na. Nem tudom, kik lesznek az ellenfelek. Nem tudom milyen. Azt tudom, tegnap este vettem. A aukciós házba. 430 ezerért talán. Úgyhogy nem is volt annyira vészes áron. Jó, látom, lesz egy Lamborghini, Bak, BMW, Maserati. Jó kis verseny lesz. Három körös szerintem. S2998 is a Viperünk. Nagyon megettek. Tempóban majd jöttünk előjelük. A 5. helyen vagyunk. Az elsőt meg kellene próbálni befogni. Mindegy, te lehetően tempóból a kanyarba. Kicsit megjött az útját, amit gondoltam. Úgyhogy nehéz volt a úton tartani. Gépet, de még csak az első körbe vagyunk, úgyhogy nem látjuk, mi lesz itt a végére. Itt egy jó kis Impreza, előtt egy 550 Maranello Ferrari. Az első, ez meg... Minden most nem mondom nektek, hogy csak lehet, hogy így Infinity? Nem, a BMW. Igen, 4-es. Na, sikerült megelőzni, lássuk meg tudjuk-e tartani a pozíciót. Pont az egy ilyen credit boostos autó, tehát dupla pénzével versenyzünk. Úgyhogy nem állt volna megnyerni ezt a versenyt. Egész jó fékezik. Azt hittem kevesebb a fékhatása. Az ifjén nem nagyon megy vele, kicsit viszonylag hamar kipörög. Hoppá! Most megnált, hogy az utolsó következés előtt. Ez a
Na hát ez elég könnyű versenynek így érkezik, úgyhogy a következő versenyre. Úgyhogy följebb rakjuk a nehézséget, mert ez így elég unalmas és nagyon semmit mondó győzelem. Még akkor is, hogy ilyen bénán vezetek. Megfogta a kipördvizsgától. Elég csúnyán meg a menestabilizától. Na, és aztán meg is van az első verseny. Belégás forintban sikerült megnyernünk. Úgyhogy ezzel az autóval fogunk menni a következő versenyre. Látjuk, milyen autóval fogjuk teljesíteni. És egy új szerzemény lesz. Elég ritka darab. Meglátjuk, mennyire lesz jó. Jön egy jó kis wheelskin, hát ha lesz egy Aston Martinunk is. Hát nem, nem most 15 ezer kreditet kaptunk. Jó lesz. Na se baj, autót nem kaptunk, viszont kaptunk egy kis lóvét. Úgyhogy menjünk el, nézzük meg egy következő versenyt. Igazából csak úgy random választom őket, úgyhogy teljesen mindegy, hogy melyikre megyünk. Ez a körverseny, csak a sima triálda részt lesz, úgyhogy megnézzük azt. Hoppá, egy baleset. Na, de nem húzik az időt, hogy tartunk álltam bokon. Így egy kicsit gyorsabb lesz. You have arrived at your destination. Itt is vagyunk a következő versenyünkön. Itt is kicsit átlőjük, hogy mindennel tudjunk menni. Create a blueprint, 6,1 km lesz a verseny. És meg pedig ezzel fogjuk megcsinálni. Azt hiszem, az egy Ford. Ajaj, az szóval lett. Hol vagy? Na, akkor kezdjük csak előre. Pedig esik, azt is megvettem. Pedig az is egy ilyen Raptor volt. Most már elárulom nektek, de az nem tudom, hogy hova tűnt. Ja, lehet, hogy be kell kollektálni. Basszus, azt elfelejtettem. Jó, na baj. Akkor menjünk egyet a... Azzal mindenkinek van, ez biztos. Úgyhogy azzal nem fogunk menni. Menjünk egy álmerző, az is kredit busztos. Nézzük meg azt. Azt én vettem, ugyanígy. Már kicsit régebben mentem is már vele, fel is van tuningolva, úgyhogy egész jól szedi a lábát. Jó kis AMG Turbo. Hiszem az ami A45 AMG talán. Ugye való életbe. A 2000-es turbós motorra. Látjátok, jó nagy fékek, elő hátul. Horizon-os gumi. Mondjuk kicsit a nehézséggel állítunk. Ilyen Ebo Average-re. Ne legyen egy ennyire egyszerű dolgom. Ilyen rally autó hangja. Én nem, az is tudom, hogy volna tényleg.
Akkor megpiszkáltam, és ugye levette a tanulmányba, de alapból fölvett a tanulmányba. Szóval most lehet, hogy szívás lesz így. Két távon megölkeztem a márkatársakra. Lehet, hogy a többieket is be tudom fogni, már negyedeket vagyunk. Második. Csak ezt a Porsche-t kéne kifékezni. És elsők vagyunk, 42%-ban járunk a versenyen. Ez a Cayenne, vagy nem tudom micsoda, a tempóból jött, úgyhogy nehogy ott megtartani az első helyünket. Még ugye a 4-es legyorsulja. Hát... el fognak innen mit, de nem vagyok a kanyarba. Később kéteztem, hogyha sikerült visszaelőzni újra. Újra első, akkor még 60%-nál járunk a versenybe. Úgy érzem, hogy tuningmentesen nem kéne húzogatni a kéziféket, mert ez lesz az eredménye. Na de se baj. Meg fogok kiszorítani itt a többieket. Az erőhiányát a bátorsággal pótoljuk. Akkor ugye 180, mert nem túl a célos. Nyolcan 5%, itt aztán nem kell elrontani. Úgyhogy nagyon jönnek itt a Bentley Jeep-pel. Itt nem szabad hibálni. Hát itt nem vettük el a gáz, egy picit megfékeztük. És itt a győzelem. A következő versenyre még jobban fel fogjuk állítani a szintet. Hadd menjen. Vagy kikapunk, vagy nem. Egy kicsit jobban termel a pénz, ugye mindig dupla pénzzel játszunk. Két ezer XP. Na, és nézzük még egy versenyt. Az is valami Horizon Edition-es autóval lesz. Azt mondja, keressünk egyet, mondjuk itt van ő. Nincs is messze. 500 méterre. Ez pont ideális lesz. Így néz ki belülről, amíg a Mercedes. 320-ig van órázva. Hát szerintem ez a tempóra sosem vagyunk 320-ra, úgyhogy... You have arrived at your destination. Na, itt is eltállítjuk, hogy mindennyire mehessünk. Create a blueprint, ez egy 7,4 km-es verseny lesz. Azzal már mentünk, azt már láttátok. Credit boost, nem. Ez a XV boostos Mustang, nem jó. Olyan, hogy mindenkinek van. Szerintem egy minivel fogunk menni. Így van, egy S1-es minivel fogjuk az utolsó versenyünket abszolválni. Ez egy egész jó kis pörgős autóban, csak 260 a végsebessége, úgyhogy a hosszú egyenesekben meg fognak érni minket. De itt a rövidekben nem nagyon lesz esélyük. Ugye kiskaszni, könnyű kaszni, nagy erő, jó gumik, semmi más nem kell a győzelemhez. Lesz itt Mustang, lesz itt Escort, lesz itt Subaru. Nézzük meg, sikerül őket megverni. De ahogy mondtam, a nehézséget följebb állítjuk még jobban. Ezt vagy kikapunk, vagy nem. Mi baj lehet? Tehát mondtam, hogy jó, rövid sebességek, jó, pakolós. Gyorsulásban nem lesz ellenfelünk soha. Úgyhogy itt a végsebességnek. Ezt mondtam nektek, 260 a vége.
nyílen megyünk. És már jönnek is a nyakunkra. De szeret, hogy elmúlt a nyereik. Csúsztálos itt a vésligünk miatt. A vésli gumik miatt, bár ugye négy kerék hajtás, de akkor nagyon csúszós. Még rendes, normális, horizonos gumik vannak rajta. Jó kis rallis, jó kis rallis hangja van. Már 41%-nak járunk és még mindig vezetünk. Hopp, ezt elkiabáltuk, most megöljük a Mustang. De mindre visszavesszük a... Elfégeztük, hogy visszaveszünk a méltó helyünket. Itt a hajtűkanálba. Na, azt nem szabad hibázni, fél pályán járunk. Na, megjön egy egyenes. Kevesen sebesség, hogy gyorsan el tudjuk húzni tőlük. Hát van szállalék. Elég jó kis technikás, kanyaros pályára lesz van itt. És megint egy hosszabb egyenes. Itt a checkpoint, kívül lesz, hogy belül lesz. Szerencsére teljes útszélességben, úgyhogy nem tudunk mellé venni. Megint végsebességgel megyünk, 260-nal. Kicsit elengedtük a gázt. Itt van a célegyenes, szerencsére van pont annyi előnünk, hogy elsőt tudunk lenni. Ha nem hibázunk és nem csúszunk ki, nem megyünk neki fának, stb. De itt van, nincs hiba. Ez abszolút, ezt a 1,2 másodpercet vertünk a Mustangra, és így a többiekre. Meglátjuk, mennyi pénzt kapunk, mennyi XP-t, hátra lesz még egy jó kis wheelspin. Már pedig szerintem lesz, 17 000-ért mentünk. Egy jó kis wheelspin, ahhoz megígértem nektek. Nézzük, pénzt kapunk vagy autót, pénzt kapunk vagy autót, ugye ez mindig az örök kérdés. Sima kuntást lehetne nyerni. Ajj, de jó lett volna az 50 000. De 30 000 se rossz. Na, hát srácok, ennyi volt a három Horizon Edition-es autóvali versenyünk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Legközelebb szerintem egy Góliát pályát fogunk nyomni. Azt meglátjuk. 1-2-3, maximum 5 kört. Egyszer már lenyomtam, másfél óra volt, úgyhogy hajrá, azt is ezzel a kis minivel toltam le, hogy dupla pénzért, dupla XP-ért játszunk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!